Kedves nézőink, képviselőtestületi ülés zajlott kedden, február 9-én a Városházán, most erről számolunk be önöknek. A testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a város önkormányzatának 2016. évi költségvetése volt. Hogyan épül fel az idei költségvetés? Az idei költségvetésünk főszege közel 7,8 milliárd forint, ami közel 1 milliárddal nagyobb az elmúlt évinél, ami azért mindenképpen egy pozitív fejlemény. Én azt gondolom, a költségvetésről, ha beszélünk, akkor egyrészt beszélhetünk a filozófiájáról, ami el is hangzott a vita során, amire majd még később visszatérek. Valóban a mi testületünknek van úgymond egy költségvetési filozófiája, nevezetesen az, hogy az adott évre, a teljes cikluson belüli adott évre tervezett feladatokat a várható bevételek alapján megpróbáljuk maximálisan megtervezni. Persze, pont azért, mert ugye ilyen a filozófia, amennyiben a bevételek nem teljesülnek teljes mértékben, akkor nyilvánvalóan az összes megcélzott feladatot se tudjuk elvégezni, de hát azt gondolom, ebben nincsen semmi rendkívüli. Tehát ezt mondhatjuk el ennek a költségvetésnek és a Zajkai önkormányzatnak a filozófiájáról. Azt gondolom, azért az imént említett főszegén kívül azért egy-két számot mindenképpen el kell mondani, hogy tájékoztassuk Ajka város lakosságát. A már említett 7,8 milliárdos bevételi és kiadási főszeg mellett még meg kell említenünk, hogy az általam legfontosabbnak vélt, ugye a beruházásokra közel 1 milliárd forintot tervezünk, a felújításokra egy 362 millió forintot, és ahogy a testületi ülésen is elmondtam, nekem szívügyem a különböző szervezeteknek, egyesületeknek, sportköröknek, sportegyesületeknek, nyugdíjas kluboknak a támogatása, amit szintén növekvő összeggel 235 millió forinttal tervezünk támogatni. Mik azok a nagyobb beruházások és fejlesztések, amit erre az évre terveznek? Erre szerettem volna még én is visszatérni. Azt gondolom, nem lehet kihagyni a legnagyobb összeget, a 447 millió forint szerepel a lakóház felújítási programunkra erre az évre. Ezt azt hiszem érzékelhető, hogy egy mekkora szám, de nagyon bízunk benne, hogy ez megvalósul, és akkor egyrészt a városunk tovább épül, szépül, másrészt pedig a városlakóknak a hosszú távú költségei jelentősen csökkennek. Még azért egy-két kisebb, ehhez képest kisebb tételt megemlítenék, a civilház felújítására 40 millió forint, a Zöldike óvoda felújítására 85 millió, aztán 80 millió forint van útprogramra, 25 millió járdaprogramra, hogy csak így kiemeljem a lényegesebbeket, a nagyobb érdeklődésre számot tartókat. Elhangzott, hogy nem vetett ki új adót az önkormányzat, mégis 1 milliárd forinttal több adóbevételt terveztek. Így van, ez elsősorban két adó nem várható növekményéből adódik. Az egyik az iparűzési adó, a másik pedig a telekadó. Ugye a telekadó az azért fog elsősorban növekedni, mert a külterületek isnek egy része, jelentős része is belett ebbe az adónembe vonva, míg az iparűzési adónál pedig hát az Ajkán letelepedett vállalatok szerencsére jól prosperálnak, és ebből adódóan bízunk az ilyen mértékű adóemelkedésbe. Milyen egyesületeket szeretne majd támogatni az önkormányzat? Mik azok a kiemelt egyesületek, amikre kiemelt figyelmet fordítanak majd?
Hát most ezt nem tudom felsorolni, mert még a költségvetési tételként, tehát ami soronként megjelenik, ott is sorolhatnánk a nyugdíjas kluboktól, elkezdve a sportszervezeteinket, a futballklubtól, a kézilabda klubon keresztül, az énekkarokon keresztül, tehát én azt mondanám, hogy ezeket a kiemelt egyesületeket általában 2-3-10 és még nagyobb összeggel támogatja az önkormányzat, míg van egy külön kerete, ahol pedig az ide be nem sorolt egyesületeknek pályázni kell. 100 000-től 500 000 forintig, 1 millió forintig terjedő összegre, amelyekhez természetesen meg van határozva, hogy milyen kitűzött célt kell elérni. Több képviselő is kitért a városrészekre jutó fejlesztésekre. Mire számíthatnak majd a városrészekben élők? Hát azt gondolom, ez megint egy természetes része a költségvetés tárgyalásának, hogy ilyenkor az egyéni képviselők is megfogalmazzák azokat a jogos igényeket, amiket a városrészüknek szeretnék, illetve amiket az ott élők szeretnének. Én úgy érzem, hogy az ő felvetéseik reálisak voltak. Még egyszer, mint már említettem, ez a költségvetés most egy évet fog le a teljes ciklusban. Nyilvánvaló több minden fog kerülni az egyes városrészekbe is. Igyekszünk minden város részbe fejlesztéseket végrehajtani, de ha már itt szóltunk az egyéni képviselőkről, akkor azért el szeretném mondani itt, hogy az egész költségvetés tárgyalásának milyen volt a hangulata. Én azt gondolom, hogy a testület egy rendkívül korrekt hangulatba megtárgyalta és megvitatta a költségvetést. Több dolog is bizonyítja ezt. Az is bizonyítja, hogy talán egy vagy két képviselő kivételével szinte mindenki hozzászólt a költségvetés vitájához, és ahogy az ön kérdéséből is elhangzott az előbb, az egyéni képviselők elsősorban a saját területükről kérdeztek, míg a többiek pedig az egész költségvetésről mondtak véleményt. Itt az ellenzék nyilvánvalóan azt a véleményét fogalmazta meg, nyilvánvalóan a bevételekre vonatkozó aggodalmát fogalmazta meg. Még ha volt is ellentmondás, mert ugyancsak ellenzéki képviselők viszont megfogalmazták azt az igényüket, hogy mi hiányzik a költségvetésből. Hát ugye nyilvánvalóan csak bevételből lehet valamit elvégezni. Persze ők gondolom úgy gondolták, hogy valami másnak a helyébe, de azt gondolom, hogy ez is teljesen természetes. Felvetették azt is, hogy majd csak, hogy nem dicsérőleg a költségvetésről ellenzéki képviselőtársaink, hogy most már világosan látszik, hogy a városnak az adó bevételéből van lehetősége fejlesztésre. Ezt mi soha nem is tagadtuk, ez természetes dolog. Nyilvánvalóan eddig sem öncélúan vetett ki a város adókat, hanem nyilvánvalóan egyrészt, hogy az adott területeket szabályozza, másrészt pedig, hogy bevételre tegyen szert, amit egyrészt az imént említett támogatásokra, illetve fejlesztésekre tudja fordítani. Volt olyan képviselőtárs, aki megjegyezte, hogy más forrás is, és így együtt igaz a kettő, más források is vannak a fejlesztésre, mégpedig a pályázati pénzek, amikre ugye eddig Ajka város pályázatai során elég jó esélye volt a nyerésre, jó százalékban nyertünk, hiszen nagyon sok minden pályázattal valósult meg ebbe a városba.
ezt szeretnénk, hogy a jövőben is minél nagyobb összegeket tudnánk pályázattal elnyerni, és igen, elhangzott olyan a részünkről, hát köztudott, hogy Ajkaváros szocialista vezetésű, az ország fideszes vezetésű, nekünk a fideszes kormányhoz kell pályázatokat benyújtani, nyilvánvaló, itt kérjük a fideszes képviselő társainknak a lobbizását, mivel a város érdeke viszont pártoktól teljesen függetlenül közös érdekünk, és azt gondolom, hogy nekünk itt közösen kell együtt dolgoznunk azért, hogy a városunk előbbre tudjon lépni. Néhány hónappal ezelőtt a képviselőtestület elfogadta a város következő 4 évi útprogramját. Ebben az évben mennyi fog megvalósulni? Ebben az évben, mint az imént már említettem, az útprogramunkból 80 millió forint, de hát ide vehetjük még ugye a járdaprogramot is, az 25 millió forint, de hát ez egy első költségvetés, tehát úgymond első körben több mint 100 millió forint fog megvalósulni. Bár külön napirendi pontként is tárgyaltuk, de a költségvetésnek is része egy kiemelkedő projektünk, amennyiben sikerül a pályázatot megnyerni, mégpedig a kerékpárútnak Paddrag átkelési szakaszán való folytatása. Ugye tudjuk, hogy ez egy rendkívül bonyolult és rendkívül drága beruházás, hát most jelent meg a pályázati kiírás, és egy külön napirendi pontba tárgyalt ezt a testület, és egyhangulag megszavaztuk ennek a kerékpárútnak a megpályázását, ami 500 millió forint. Azt gondolom, hogyha ha ezt a pályázatot sikerül megnyernünk, és ezt a projektet sikerül az elmúlt időszakban, nem a következőben, mert azért ez nyilvánvalóan több éves feladat lesz, de ezt sikerülne megvalósítanunk, akkor az nagyon pozitívan megváltoztatná nem csak Paddrakút, hanem ezzel az egész város képét is, és azt gondolom ennek nem csak a paddragiak örülnének, hanem Ajkaváros minden lakója. A költségvetésen kívül milyen napirendi pontokat tárgyaltak meg? Hát a már említett kerékpárút pályázaton kívül még a víziközmű vagyon kezelési díjának a felhasználásáról döntött a testület, ahol arról van szó, hogy ezt a díjat, erre a város igényt tart. Ugye itt a szabályok szerint, más a törvény szerint más irányú felhasználást tiltott, mint a fejlesztés. Ezt majd egy másik helyen, ahogy a város maga szeretné felhasználni, és ezért erre igényt tartunk. Ugyancsak tárgyaltuk még részingatlanra vonatkozó kisajátítást, ez Ajkarendeken történik, az iskolával szembe levő háznak a kerítési vonalánál kell kisajátítanunk egy-két méter széles területet, ott meg szeretnénk szélesíteni az utat, és azt a balesetveszélyes helyzetet, ami az iskolára felszálló gyerekeknél, tehát buszmegálló is van ott, ezen kívül az ott parkoló személykocsik, valamint a tőle nem messze levő óvodánál az óvodás gyerekeknek a le- és felszállását, ki- és beszállását nagyobb részt személykocsival viszik ugye az óvodásokat. Ezzel a kisajátítással egy megfelelő módon, megfelelő mértékben ki lehetne szélesíteni az utat, és akkor balesetmentessé lehet tenni az ottani közlekedést. Tárgyaltunk még Bódé városrészében belterületbe vonást, ez a köztársaság Akácos és Hámánkató utcák által határolt terület, ahol ezzel a belterületbe vonással 32 telek alakítható ki, és hát az érdeklődők ott családi házat építhetnek, tehát családi házépítésre lesz a későbbiekben lehetőség, miután megszavaztuk ezt a belterületbe
vonást. Aztán szavaztunk még az ezévi közfoglalkoztatási programnak a megvalósulására. Itt ugye egyrészt a járási hivatal bonyolítja ezt, másrészt viszont az önkormányzatnak is önrészt kell hozzáadni. Itt 31 plusz 9 millió forint, ugye 31 millió forint az önkormányzat, 9 pedig az intézmények részéről fizetendő önrész, amennyiben sikeres lesz a pályázat, és akkor 198 fő közfoglalkoztatást tudunk a városban alkalmazni. Ezen kívül még pályázati kiírásról döntött Ajkaváros önkormányzata az óvoda intézményvezetői megbízatásról. A mostani intézményvezetőnek a megbízatása lejárt, ezért kellett új pályázatot kiírni, és hát még tárgyaltuk nyílt ülésen a polgármester szabadságának az üzemeltetését, ugye ezt törvény szerint a képviselő testületnek kell megszavaznia. Még zárt ülésen döntött a testület személyi ügyekről. Tartózkodott a Fidesz-KDNP frakció a költségvetés megszavazásánál. Mit kellene tartalmaznia a költségvetésnek ahhoz, hogy igennel szavazzanak? Ha egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor reális dolgokat kellene, hogy tartalmazzon. Megszoktuk ezt már a jelenlegi városvezetéstől, hogy a bevételi oldal túltervezi, és a beruházási oldalakon pedig abban az esetben, hogyha bevétel nem jön be, akkor pedig beruházásokat hagy el. Gyakorlatilag azért szavaztunk tartózkodommal, mert mi úgy gondoljuk, hogy nagyon jók a tervezési alapelvek, de még nem vagyunk ott, ahol céljaink szerint szeretnénk. A városvezetés egyértelműen elismerte, hogy konjunktúra van az országban, egyértelműen elmondta, hogy azok a nagy cégek, amelyek Ajkán dolgoznak, azok beruházásokat tudtak végrehajtani. Megemlítette a másik oldal a Löbelier és a Burns beruházásait, amelyek azért váltak lehetővé, mert a kormány támogatta ezeket a cégeket. Úgyhogy a konjunktúra megvan az ipari oldalon, ezért a városvezetés egy nagyon jelentős iparűzési adóbevétel többlettel számít, ami a mi véleményünk szerint azért egy kicsit túlzó. Tehát egyik évről a másikra 100 milliós nagyságrend iparűzési adó növekedéseket betervezni, az szerintünk több, mint túlzó. Összességében véve 1,2 milliárd forint az a többlet adóbevétel, amelyet építményadóból, iparűzési adóból, telekadóból, a város lakóktól, a városi vállalkozásoktól, közszereplőktől beszed. Ezt a adótöbletet természetesen gyönyörűen bemutatta a városvezetés, és azzal érveltek, hogy az országban konjunktúra van, például a csók majd ösztönző hatással lesz a telekértékesítésre, és ezért telekértékesítési oldalon beterveztek többletbevételeket. Úgyhogy ez a János arcúság, ez megvan az MSZP frakciójában, gyakorlatilag ilyenkor természetesen a vita hevében, ami teljesen együttműködő volt és teljesen jó hangvételű, akkor természetesen elismerik, hogy az országban olyan folyamatok vannak, amelyek segítik a várost a továbblépésben, de természetesen ezt kifelé soha nem tennék meg. Egyrészt túlzónak találták az adóbevételeket, másrészt viszont hiányoltak fejlesztéseket és különböző támogatásokat. Miből oldanák meg ezeket, hogyha nem adóbevételekből? Ez egyértelmű, hogy csak adóbevételekből és hitelből lehet a mai felállás szerint a város költségvetésének mostani szerkezete szerint ezeket a fejlesztéseket megoldani. Ezt mi soha nem is tagadtuk, most is elmondtuk, hogy most már világosan látszik. Ugye biztosan a tévénézők emlékeznek rá, hogy az az időszak, amikor még a kórház költségvetése és más intézményi költségvetések még a város költségvetését képezték, akkor még volt mód arra, hogy ezek a tételek jobbra-balra csúsztatással elfedésre kerüljenek, de most már nem, egyértelművé vált mindenki számára, hogyha a város fejleszteni akar, akkor adóbevételeket kell generálni, és adótöbletet kell kivetni. Úgyhogy hangsúlyozom, 1,2 milliárd forint az a többlet adóbevétel, amellyel most 2016-ra vonatkozóan számol a város, és ezt a város lakóknak, a külterületen élőknek, a telkük után, illetve az ajkai vállalkozásoknak kell majd befizetnie, ami természetesen társadalmi, szociális kérdéseket fog majd felvetni. Csak egy példa, egy Bakonyi Erőmű ZRT, akinek közel 4-500 millió forintjába fog kerülni a 2016-os évi telek- és építményadó rendelet módosítása, ugye egyrészt a adó mértékének az emelése, másrészt pedig a külterületi ingatlanok megadóztatása. Biztos vagyok benne, hogy nem fogja szó nélkül hagyni, és nem fogja
az üzleti tervébe ezt beépíteni. Minden bizonnyal ezt érvényesíteni fogja, és ez sajnos majd a város lakókon csattan. Ilyenkor érdemes lenne azt megvitatni esetlegesen, hogy melyik hatás az, ami erősebb. A társadalmi hatása annak, hogy 500 millió forint többletadót beszedünk egy vállalkozástól, és abból mondjuk panelprogramra fordítunk pénzt, vagy pedig maga az adóbeszedés az elsődleges cél. Hogy lehetne így az adóbevételeket és a fejlesztéseket realitásba hozni, hogy úgy mondjam, ahogy Fülöp Zoltán képviselő úr is fogalmazott, hogy a hógolyó ne olvadjon el a forró radiátoron? Hát igen, a Fülöp képviselő úr arra gondolt, amikor ezt a hasonlatot mondta, hogy nincs esély ezeknek az adóbevételeknek ilyetén befolyására. Tehát ezek túl vannak tervezve. Mi azt gondoljuk, hogy sokkal korrektebb lenne, hogyha leülne az ellenzékkel a városvezetés, reálisan tervezné be a bevételeket, és azt a nagyon kevés forrást, ami akár kormányzati segítséggel a városba juthat, akár adóbevételekből felszabadulhat, azokat együtt költenénk el a városrészek fejlesztésére. Két olyan városrész is van, ugye az egyik a Padragi városrész, a másik a Tósoki, ahol évek óta maradnak el jelentős fejlesztések, a belvárosi MSZP által vezetett körzetek javára. Tehát mi azt gondoljuk, hogy végre el kéne odáig jutnunk, hogy a bevételeket reálisan tervezzük, és utána pedig a lakosság teljes mértékére vonatkozóan költsük el. Igazából én azt gondolom, hogy a tartózkodásunk az már egy előrelépés. Ugye volt időszak többször is, amikor nemmel szavaztunk a költségvetés kapcsán, és én úgy gondolom, hogy azért is tartom ezt előrelépésnek, mert lásd, amíg Pápán egy hasonló típusú és stílusú költségvetés fogadott a képviselőtestület, addig az ott lévő DK-s és MSZP-s képviselők nem szavazattal tiltakoztak a költségvetés kapcsán. Mi ehhez képest, ugye látva a pozitív mondta a költségvetésben, annak ellenére, hogy képviselőtársam az előbb megfogalmazta, hogy igazából nem egyeztet velünk erről polgármester úr, mégis úgy gondoljuk, hogy a költségvetés annak ellenére, hogy valójában olyan bevételi forrásokat jelöl meg, aminek esetlegesen még a teljesülése igencsak a levegőbe lóg, úgy gondoltuk, hogy talán egy tartózkodással tudjuk támogatni a költségvetést összességében, és várjuk azt, hogy gyakorlatilag, ha a fejlesztések a bevételi oldalon teljesülnek, akkor a fejlesztések is teljesülnek, és azt kértem én személy szerint polgármester urat, hogy azért, hogyha a fejlesztések és a bevételek oldalon nem fognak az adóbevételek teljesülni, azért azok a fejlesztések, és elnézést, hogy sokszor ismétlem, de mégiscsak ez a fontos a történetben, azok maradjanak meg, amik mégis a városban élő polgároknak az életminőségét javítják. A polgármester úr hiányolta a módosító indítványokat. Ön szerint milyen módosító javaslatnak lenne realitása a költségvetés vonatkozásában? Én úgy gondolom, hogy ez már csak egy utolsó lépés lenne. Itt nem erről szól a történet, hogy az ellenzék milyen módosító indítványokat nyújt be. Mi nagyon sokszor, nagyon sok költségvetésnél jeleztük én magam is polgármester úrnak, mert nem múlott el talán új költségvetés, hogy ezt ne tegye szóvá. Mindig elmondtunk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy előtte a költségvetés kapcsán egyeztetni kellene. Én úgy gondolom, és a frakció is úgy gondolja, hogy nagyon sok olyan dologba tudnánk segíteni a költségvetést, ami jobbá és alkalmazhatóbbá tenni, de polgármester úr minden egyes alkalommal elutasította a részvételünket, soha nem kérte a segítségünket, annak ellenére, hogy minden költségvetésnél és most is elmondta, hogy lobbizzunk azért, hogy a pályázatok Ajka városában teljesüljenek a polgári kormány részéről, és mi meg is próbálunk tenni mindent, ami rajtunk múlik, de azért ez nonsens mégiscsak, hogy egy költségvetésben nem vehetünk részt, ugyanakkor ami pozitívummá is jobbá teszi az ajkai költségvetést a pályázatok kapcsán például, ott meg a segítségünket kérik. Tehát ez a kettő összeegyeztetetlen, és nem is értem, hogy a polgármester ezt miért gondolja, hogy ez így működtethető.